Karcagi turkológusra emlékeztek. Sok karcagi utazott külföldre. Emelkedtek a bérek. Ivóvízjavító fejlesztések Kunmadarason. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. február 19-én 18 óra 5 perckor. A város szülöttére a 75 éve született Mándoki Kongor István turkológusra, nyelvészre emlékeztek egykori iskolájában tisztelői tudós társai. A 48 évesen Kazasztánban elhunyt tudós a mezőgazdasági technikumban, a mai Szent Anna és Sámuel középiskolában érettségizett, derült ki Gyökeres Sándor igazgató köszöntőjéből. Iskolánk egykori tanulja 1962-ben érettségizett iskolánkban, és innen indult a életpályája, amely azt hiszem, hogy egy eléggé sikeres életpályának mondható. Nagyon nagy örömmel adtunk helyet és lehetőséget arra, hogy ez a rendezvény itt megrendezésre kerüljön, és tulajdonképpen nagyon nagy érdeklődés mellett folyik, hiszen nagyon sok vendég érkezett már eddig is, és még jönni fognak. Megtiszteltek bennünket, volt osztálytársak, a kazak nagykövetség munkatársai, és más vendégek is érkeztek, akik a turkológiával, nyelvészettel foglalkoznak. Ez az érdeklődés a nyelvek és a kun hagyományok és a kun ős történet után, vagy iránt, ez azt hiszem mégiscsak ebben az iskolában is táptalajra talált. A megnyitó után felolvasták a Türk Akadémia elnökének levelét, majd előadások hangoztak el az egykori diákról, kollégáról, a kun és számos keleti nyelv kutatójának jelentősebb eredményeiről. Kitűnő előadóink lesznek, akik egyrészt személyesen is ismerték, másrészt pedig a kutatásaival szakemberként találkozhattak az egyetemi tanszékeken, illetve a különféle nyelvi kiadványokban. Dr. Barta Júlia turkológus, néprajzkutató idézte fel a tudós Karcagról indult életét, szólt a kazasztáni kutatásairól is. A Magyarországra települt kunok nyelv emlékeinek kutatása nem csak a hazai turkológia és a magyar nyelvészeti kutatások, hanem a török-magyar művelődés történet szempontjából is rendkívül fontosak. Egyfajta hidat épített a két ország között, hiszen ez egy élő kapcsolat, tehát ma is járnak innen, oda és onnan ide Karcagra is, és hát persze Magyarországra. Ezt a élő kapcsolatot valóban ő indította, és ő alakította ki. A múlt században megindult kutatások a kun műveltség egyes részletkérdéseinek kidolgozásában jelentős eredményeket értek el. Ez a tájhoz kötődő tudósoknak, az etnográfus Györfi Istvánnak, a turkológus Németh Gyulának és az ő nyomdokába lépő, az ő útmutatásait követő Mándoki Kongor Istvánnak köszönhető, hangzott el. Dr. Molnár Ádám turkológus, könyvkiadó, a Kunok és a Magyarok című könyvről beszélt az emlékezőknek. Mukus Eva, Raus Angul, a Szegedi Tudomány Egyetem altiisztikai tanszékének kazak lektora, a kazak munkásságáról szólt Mándoki Kongor Istvánnak. Berec András énekmondó műsora után a nap zárásaként a kun miatyánkot, melyet Mándoki Kongor István rekonstruált, dr. Barta Júlia mondott el. Ezt követően az iskolában emlékkiállítás nyílt az egykori technikumi diákról. Az előadásokat követően az iskolánkban fellelhető anyagok, illetve a magán gyűjteményekben lévő emlékek összegyűjtésével egy kis kiállítást készítettek a szakemberek a klubban, akik ennél a tudományterülettel részletesen foglalkoznak. Az emléknapon a kazak nagykövetséget Zsilkaidár Jermek kulturális attassé képviselte, aki magával hozott több kazak diákot, akik hazánkban magyarul tanulnak. Ők is érdeklődéssel hallgatták Mándok életét. Ez a rendezvény nekünk nagyon fontos is, emléknap, maga a Mándoki Kongor István is, mint a személy, mint a művei, amit a tevékenysége, amit végzett Kazasztánban két ország számára. Ide érkeztünk diákokkal, azért kazak diákokkal, akik ösztöndíjasként tanulnak, és idén örülök annak, hogy 20-an körülbelül magyarul fognak tanulni Magyarországon, a magyar felsőoktatásban. Azért is őket is hoztunk ide, hogy ők is tudjanak róla, hogy
a Mandaki Gongor István a szülőföldjéről, hogy hol született meg, honnan ered a kunság Magyarországon. Szeretnék még azt is mondani, hogy Kazasztánba is fogják emlékezni Mandaki Gongor Istvánra, hiszen ott van Almatiban van az ő nevében is ugyanúgy visel az ő nevét, a 154. almatai Gongor István iskola. Ez fontos számunkra. Ezekről nem szabad elfeledkezünk, ezeket mindig kell ismételni, és a mi, főleg fiatalok részére, hogy kik vagyunk mi, és mit jelent a kazakh és magyar rokonság számunkra. Úgy lehet mondani, hogy Mandaki Gongor István, ő volt az első úttörő, aki egyáltalán elmozdította ezt a türkológia irányt Kazasztánba, hogy Magyarországon is van a kunok, hogy tudományos célból kutatni kell, diákokat kell küldeni. Hát olyan értelemben a tudományos téren sok munkát kell végezni, és ő, aki ezt elkezdte csinálni, és tényleg ezt nem lehet semmivel meghalálni, ez ilyen nincsen, hogy mi, hát egy ilyen nagy az értek ennek a munkájának. Hiszen Kazasztánban nagy tisztelet övezi a Kun Kazak Kipcsak tudóst, aki ott van eltemetve, és a jövő héten egy konferencián is megemlékeznek róla Kazasztánban. Sokan utaztak külföldre 2018-ban karcagról nyaralni. Népszerű volt Horvátország, Görögország és Bulgária is. 2018-ban a legnépszerűbb úti célok Görögországba, Bulgáriába, Horvátországba és Törökországba vezettek. Egyre többet utaznak, és egyre többet szánnak az utazásra az emberek, akik magasabb minőségű szállást és szolgáltatásokat vesznek igénybe. Magasabb minőségű szálláshelyeket keresnek az utasok, illetve keresik a különlegességeket, olyan, mint Albánia, illetve most már Montenegró is ugye elérhető repülővel Budapestről is. Görögországban ugye népszerűek még mindig az apartmanos elhelyezések, viszont Törökországban a top kategóriát, 5 csillagot keresik, illetve, mint új betörő Albánia, ott is inkább az 5 csillagot, illetve a teljesen új szállodákat, jó minőségű szolgáltatásokat keresik. Az árérték arány főként, amit figyelembe vesznek, a minőség az általában azért arányban áll az árral is, és ezért úgymond többet hajlandóak kifizetni, és így a minőség is emelkedik. Papdisznós Ágnes elmondta, hogy a 7 éjszakás turnusok a legkeresettebbek, de nem ritka a 9-14 éjszakás utazás sem. Még mindig a 7 éjszakás turnusok a legkeresettebbek, de egyre több desztináció esetében, főleg repülős utazások esetében már elérhető 9-10, akár 14 éjszakás turnus is, és ezt próbálják minél többen kihasználni. A repülős utazásokat keresik a legtöbben, de népszerűek a körutazások, amelyek elérhetőek a vidéki turisták számára is, és olcsóbbak. Inkább a repülős utazások, amit keresnek, de nagyon népszerűek a körutazások, ugye főleg autóbuszos utazások, melyek egyre jobban elérhetőek innen vidékről is, de még főként mindig a repülős. Az autóbuszos ugye főként az ára miatt nagyon közkedvelt, de az egyéni utazásokat is a közeli országokban ők egyre jobban keresik. A fiatalabb korosztály az egyszerűbb, olcsóbb utazásokat keresi, a családok a csúszdás szállodákat keresik, homokos tengerparttal, az idősebb korosztály a körutazásokat részesíti előnyben. A fiatalabb korosztály általában az egyszerűbb utazásokat keresi, árban is az egyszerűbbet, autóbusszal, esetleg autóval elindulnak a nyaralásra. A családok általában ugye a nagy csúszdás szállodákat keresik, homokos tengerparttal, és magas kategóriában, jó minőségben. Az idősebb korosztály pedig ott nagyon vegyes az elvárás a szállodákkal kapcsolatosan,
de ők azok, akik főleg a körutazásokat előnyben részesítik. 2019-ben az árak emelkedtek, de a kereset nem csökkent. Tovább nőttek a fizetések. Novemberben a bruttó átlagkereset 355.100 forint volt, 10,4%-kal több, mint 2017-ben. Ugyanilyen mértékben emelkedtek a nettó keresetek is, jelentette a KSH. Elemzők szerint idén is marad az erőteljes bérnövekedés. Karácsonyiné Orosz Ágnes mutatja otthonában a megemelkedett bérjegyzéket, mint mondja, egyre több pénz jut gyermekei tanítatására. Én jelenleg 4 óra hosszában dolgozok, mert ápolási díjon vagyok, ezért csak 4 óra hosszát vállalhatok. A munkahelyemen, ugye a Kátai Gábor kórházban dolgozok, ahol szeretek is dolgozni. Van 2 leányzom, egy 13 éves és egy 16 éves lányom van, és utána tudom igénybe venni a családi adókedvezményt. Hát nekem ez havi szinten több 10.000 forintot jelent, mert a gyerekeknek a tanítatása, a nagyobbik lányom már Debrecenbe tanul, és az ottani költségek ugye igen magasak. Ugyan, mivel a nagyobbik lányom ugye Debrecenbe tanul, oda eleve már 35.000 forintot kell juttatnom minden hónapba, és az ottani bérleteit, étkezését abból fedezem, illetve az egyéb költségeit is. Hatalmas segítség ez a családnak, hogy ezt megkapjuk, mert hogyha azt nézzük, hogy a bruttó bérből mennyit vonnak le, talán lehet, hogy még így a fele sem maradna meg egy 4 órás munkabérnek. Mint ismert, a kormány 4,6%-kal számolt a legutóbbi prognózisában, a nyugdíjprémiumot pedig korábban 4,4%-os GDP növekedéssel számolva kapták meg a nyugdíjasok, még novemberben. Ha akkor is már 4,8%-kal kalkuláltak volna, 18.000 forint helyett 26.000 lehetett volna a nyugdíjprémium. Idén valamivel kisebb, 4,2%-os növekedésre számítanak a szakértők, ami többek között a folytatódó dinamikus reálbér növekedésnek és a fogyasztás markáns bővülésének lesz köszönhető. Idén is jelentős fizetésemelésekre lehet számítani. A bruttó bérek tavalyi 11,3%-os növekedése után 2019-ben is nagyon jelentős 9%-os béremelkedés várható. Az infláció nem száll majd el. A tavalyi 2,8%-ról idén éves szinten 3%-ra emelkedhet. A korábbi évek gyengélkedése után erősödhet a forint. A Takarékbank legfrissebb előrejelzése szerint a mostani 320-325 forintos árfolyamról az év végére 315 forint közelébe kerülhet a forint az euróval szemben. A karcagi nő több pénzt tud fordítani gyermekének, például hangszerek beszerzésére. Meg tudom venni, és meg tudom neki csinálni én magam a kottákat, a felszerelést, ami még pluszban kellenek, kottaávány, ha kell. Azt is meg tudom venni, furujája van, szintetizátoruk van a lányoknak, szóval amit tudtam, mindent megtettem a lányok érdekében, hogy a zeneiskolai tanulmányuk segítve legyen. Guba László Kunmadaras község polgármestere televíziónknak beszámolt az ivóvíz minőségjavító programjukról, amely több mint 20 éves projekt volt. 44 település részvételével, és ami a múlt évben szerencsésen befejeződött. A polgármester úr beszélt még a polgármesteri hivatal, a Kunmadarasi Általános Iskola és a diákkonyhán történt változásokról is. Az ivóvíz minőség javító program keretein belül nyílt lehetőség arra, hogy a településen a vezetékek nagy részét kicserélték. 3 településsel volt gond. Nagy Ivánnal, Kisújszállással és Kunmadarassal, ugyanis itt nem felelt meg azoknak az értékeknek az ivóvíz minősége, amit közben az Unió előírt, de szerencsére a projekt zárására sikerült megfelelni ezeknek is. Az ivóvíz minőség javító program is befejeződött. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, szinte 20 éves projekt volt. Lehet, hogy azért is nyúlt ilyen hosszúra, mert 44 település állt össze konzorciumba. 3-4 településsel sem egyszerű. Szerencsére ez a tavalyi évben befejeződött. Nagy részét a vezetékeknek az évek során kicserélték. 3 településsel volt gond, Nagy Iványjal, Kunmadarassal és Kisújszállással. Itt nem feleltek meg azoknak az értékeknek az ivóvíz minősége, amit közben előírt az Unió.
de szerencsésen sikerült megfelelni ezeknek is. A másik jelentős dolog a település életében a közintézményeik állapota, ahogyan a polgármester fogalmazott. 2015-ben megújult a polgármesteri hivatal, megújult az állami általános iskola egy része. A másik része az idén szépült meg. Ezek energetikai beruházások voltak. Nagyon fontos nekünk az ugye, hogy a közintézményeink is megújuljanak. 2015-ben megújult a polgármesteri hivatal, megújult az állami általános iskola egy része. A másik része az idén újult meg, ezek energetikai beruházások voltak. Az általános iskolánál borzasztó állapotok voltak, ha volt egy eső, ami célzottan az ablakra esett, befolyt a víz, tehát nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a tanulók is érezhették, az odajáró gyerekek, hogy igen, megbecsüljük őket, figyelünk rájuk. A gyermekétkeztetés, a diák élelmezési konyha is szorosan kapcsolódik a pályázatok körébe. A diák élelmezési konyhára sikerült benyújtanunk egy pályázatot, ez egy olyan 42 millió forintos pályázat, 30 millió forint a felújításra, és 12 millió forint eszközbeszerzésre. Itt energetikai korszerűsítés is van az eszközbeszerzés mellett. Azért is fontos ez, mert maga az önkormányzat is úgy döntött, hogy támogatja az ott dolgozó embereknek a szakmai képzését, ezért az egyik szakács elvállalta azt, hogy ő mestervizsgát tesz, és tavaly évben sikeresen le is tette ezt a mestervizsgát. Most tervezünk olyan bemutatót, ahol bemutatnák, hogy nem csak a gyermekétkeztetésben tudnak részt venni és oda ételeket készíteni, hanem a lakosság egyéb igényeit is kielégítik. Gondolok itt arra, hogy vannak civil szervezetek, hagyomány nálunk, hogy a civil szervezetek összehívják a tagjaikat, összehívják a környező településről a hasonló korú és érdeklődő embereket, és akkor egy közös ebéden vesznek részt. És így legalább itt a diák élelmezési konyhán el tudják készíteni ezeket az ételeket is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagy Kunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!